Lukácsné dr. Fodor Enikő gyógyszerész vagyok, a mai alkalommal az amiláz termékekről fogok beszélni. Egy olyan különleges szuperélelmiszerről van szó, amely egy német kutatócsoport munkájának a fejlesztési eredménye. Összetevőben speciális gabonaféléket tartalmaz, ezek a speciális gabonák Dél-Amerikából származnak. Az egyik összetevője az amaránt, a másik összetevője a kinoa. Az amaránt rendkívül magas lizinben, vasban, cinkben, kálciumban, illetve magnéziumban, a kinoa pedig azért különleges, mert gluténmentes anyagról van szó. Ezen kívül szintén tartalmaz fontos ásványi anyagokat, káliumot, magnéziumot, kálciumot, többek között tartalmazza még a karotént is, és a vitaminok közül a B, illetve a C vitamint. Ezeknek a készítményeknek a különlegessége az a készítési eljárásban rejlik. A német kutatócsoport arra jött rá, hogy ha ezeket a friss növényeket rendkívül apróra leőrlik, amiket ők úgy neveztek el, hogy natív élelmiszer, és ezeket éhgyomorra jutatják be a szervezetbe, olyan élettani folyamatok indulnak be, amely a szervezet szerotonin szintjének a növekedéséhez vezet. A szervezetben egy átalakulási folyamat történik, triptofánból szerotonin jön létre. Ezek az átalakulási folyamatnak a nagy része, körülbelül 90% az a bélrendszerben történik, és körülbelül 10% az agyban. Ez a különleges anyag, a szerotonin, az az agynak a hipotalamuszában tud raktározódni, illetve a vérlemezkékben. Ezek a termékek különféle tulajdonképpen növényi por őrlemények, különféle ízben tudjuk ezeket megkóstolni. Van belőle ribizli berkenyés, banán, homoktövises, létezik mandulás, kakaós, és vannak különleges zöldségesek is, egyik az a szuperzöldségféle, a másik az a gyökérzöldségek. Ízüket tekintve a második csoportba tartozók a zöldségek, azok nem annyira kedvencek, viszont megfelelően ízesítve, akár mézzel vagy agávészirupban nagyon finommá tehetők és rendkívül egészségesek. Mint ezeknek, mint említettem, az a különlegességük, hogy a szervezetnek a szerotonin szintjét növelik. Mindenképpen azokban az esetekben javasoljuk, amikor valamilyen fogyási folyamatot szeretnénk beindítani, vagy egy depressziós állapotot szeretnénk csökkenteni. Abban az esetben, hogyha ilyen növényi rostokat fogyasztunk, nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel. Adagolásnál figyelni kell arra, hogy kezdetben tapasztaljuk ki, hogy mennyire van szüksége a szervezetünknek. Normál esetben egy evőkanálnyi mennyiség elegendő, azonban mindenképpen javaslom azt, hogy éhgyomorra kell ezt elfogyasztani, ekkora a legjobb a hatása, és nagy mennyiségű folyadékot kell mellé fogyasztani. Ez a folyadék, ez lehet víz, a tanulmányok szerint ez a leghatásosabb, de lehet fogyasztani különféle zöldség, illetve gyümölcslevekkel, joghurttal, műzli készítménnyel, úgyis hatásos. Azt kell róla tudni, hogy naponta egy alkalommal két evőkanálnyi mennyiségnél nem szabad többet fogyasztani belőle, mert olyan tehetségérzetet tud okozni a szervezetben, amely már bizony kellemetlen lehet. Összetevőiről még azt kell tudni, hogy ezt a két evőkanálnyi mennyiséget nem szabad túllépjük, azért, mert tartalmaz nagy mennyiségben fruktózt, a fruktóznak a napi bevitele az 25 mg-nál több nem lehet, illetve tartalmaz fiténsavakat, illetve szaponinokat, ami szintén ezt az adagot nem lépheti túl. Hogyha megnézzük a hatást, akkor említettem, hogy rendkívül jó hatása van a depressziós folyamatokra, ezen kívül támogatja a fogyási folyamatokat, azáltal, hogy az éhségérzetet csökkenti, és ezáltal tulajdonképpen a boldogsághormonnak a szintjét emeli. Ezen kívül jól alkalmazható premenstruációs szindróma esetén, ekkor ugye a menstruáció előtti 7.-10. nap között olyan hormonális változás indul a szervezetben, ami a szerotonin szintet lecsökkenti. Hogyha ezt vissza tudjuk pótolni, akkor nem kell a hangulatingadozásokkal, a nyugtalansággal, a stresszel számolnunk. A másik probléma, ami a szerotonin szint csökkenésével együtt jár, az a változókori tünetek. Ekkor az ösztrogén mennyisége, az befolyásolja ugyanígy a szerotonin szintet, ami szintén egy szerotonin szint csökkenéssel jár együtt. Ugyanúgy, mint az előző esetben, hogyha ezt vissza tudjuk pótolni, akkor tulajdonképpen azok a folyamatok, amelyek a változókori elhízáshoz vezetnek, tehát az az érzés, hogy állandóan élelmet kell fogyasztunk, mert erre van szükségünk, ez csökken, tehát a változókori elhízástól meg tudunk szabadulni.
Aztán tudjuk azt, hogy a szerotonin szint csökkenés az az agyban különféle idegrendszeri hatásokat indíthat el, különféle függőségeknek a kiindulási pontjához vezethet. Ez az egyik része lehet az az agresszió szintje, a másik, ami ennél gyengébb, de nagyon sok problémát okozhat, például a túlzott alkoholfogyasztás, a különféle függőségek. Ezeket is jól tudja csökkenteni. Még azt kell tudjuk róla, hogy a stressz csökkentésében is fontos szerepet játszik. Mindenképpen fontos a fogyasztás akkor mellette még pluszban zöldségeket, gyümölcsöket bevinni, mert ezek emelik a szervezetnek az energiaháztartását, illetve azt kell tudjuk róla, hogy teljesen mellékhatásmentesek, illetve ezen kívül allergéneket nem tartalmaznak, tehát allergiások is jól tudják használni. Ide gondolom azok, akik gluténérzékenyek, vagy például tojásra érzékenyek, laktózérzékenységgel szenvednek. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy megfelelő vegyes étrendet alkalmazzunk mellette, és figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.